Személyesen tulajdonképpen Sándort rövid ideje ismerem. Tavaly nyáron találkoztam vele először személyesen Fábián Sebestyénen a főzőversenyen, ami rendkívül jól sikerült rendezvény volt, és nagyon szívélyes volt maga az invitálás, maga a szervezés, úgyhogy Dóc község képviselő testülete itt tulajdonképpen részt vett a főzőversenyen. Azt követően én egy nagyon jó embert ismertem meg a Sándorban, hiszen az elmúlt, azt mondhatom, hogy háromnegyed év alatt négyszer vagy ötször fordult meg a településünkön, megtisztelt bennünket falunapon is, volt nálunk karácsonykor is, és megmondom őszintén, hogy karácsonykor olyan szívhez szólóan beszélt a szeretetről, a családról, az egymás iránti tiszteletről, hogy az idős résztvevőknek a könnyet csalt a szemébe. De volt nálunk szántóversenyen is, és azt gondolom, hogy az ott lévőknek is ez valamilyen szinten jól esett, hiszen úgy gondolom, hogy ha egy országgyűlési képviselő megtisztel egy 800 lelkes települést, az valamilyen szinten azt mutatja, hogy emberileg nagyon közel áll a falun élő emberhez, és mi tényleg nagyon pici település vagyunk. De megtisztelt bennünket képviselő testületi ülésen is, és én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon jól eső érzés egy ekkora település képviselő testületének. Azon kívül aztán volt egy véletlen randevunk egy gyógyfürdőben, ott is nagyon jól esett, hogy rögtön, amikor észrevett bennünket, akkor oda jött hozzánk. Figyelemmel kíséri a településen folyó munkát, amikor volt a kiegészítő támogatásnak az igénylése, több alkalommal rákérdezett, hogy Dóc község beadta-e a pályázatát. Én örömmel mondhatom el, hogy nem kellett beadni, hál' Istennek olyan helyzetbe került a 2012. évben a konszolidációt követően a településünk, hogy nem tudtunk beadni kiegészítő támogatással a pályázatot, mert volt a számlánkon pénz, nem volt kifizetetlen számlánk, tehát nem volt adósságunk, de attól függetlenül több alkalommal rákérdezett, hogy tud-e valamiben segíteni. Illetve hát még volt egy nagyon kellemes dolog, amikor meghívott bennünket a parlamentbe, és ott hát valamikor középiskolás koromban volt arra precedens, hogy a terembe is betekintést nyerhettünk a karzatról, és ez úgy fölelevenítette a középiskolás éveimet. Én azt gondolom, hogy ha elkövetkezendő időszakban ő lenne a mi országgyűlési képviselőnk, akkor a kis településekre is ugyanilyen hangsúlyt fektetne, mint ebben az időszakban, akkor meggyőződésem, hogy ezek a kis települések jól tudnának működni, és nem a mindennapos talponmaradásért kellene megküzdeniük. Tisztelt magyar választópolgárok! Az önök erőfeszítéseinek köszönhetően Magyarország ma jobban teljesít. Összefogtunk és legyőztük az évszázad árvizét, beindítottuk a gazdasági növekedést és csökkentjük a rezsiköltségeket. Sok még a teendőnk, de közösen nagy dolgokat vihetünk véghez. Fejezzük hát be együtt, amit közösen kezdtünk el. A választás igazi tétje, hogy tovább tudunk-e menni a megkezdett úton. Bízom abban, hogy lehetőséget kapok önöktől a térség képviseletére. Szentestől Mindszentig, Csongorától Szatymazig, a térségben élőkért dolgozni a Magyar Országgyűlésben nagy megtiszteltetés és felelősség. Kérem, támogassa a Fidesz KDMP jelöltjét. Magyarország számít önre. Készült a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a KDMP megbízásából.